Egy egész ország élt egy héten keresztül gyomorgörccsel a londoni olimpiai idején a lólengés selejtezője és döntője között. Berki Krisztián egy rontott gyakorlattal kvalifikálta magát a fináléba, ahol azonban két brit előtt lett olimpiai bajnok augusztus elején. A tornász felkészülésében nagy segítségére volt egy fehérvári cég, ahol nagyon büszkék teljesítményére. Az első pillanattól kezdve úgy éreztük, hogy oda kell állni Krisztián mellé, mert ismerve az ő nagyon nehéz körülményeit, milyen körülmények között tud edzeni, hogyan jut el az edzésekre, egyértelmű volt és erkölcsi kötelességünk volt, teljesen ismeretlenül, még akkor csak világbajnokként, Európa-bajnokként, pár évvel ezelőtt, hogy mellé állunk és támogatjuk őt, hogy minél sikeresebb legyen az olimpiai részvétele. Hát ez egy jó húzás volt, profi munka volt és bejött. Berki Krisztián második hete edz újra, de nem bánja, hiszen sikerre éhesen vágott bele ismét a tréningekbe. Az olimpiai bajnok tornász reméli, sikerei hatására sokan kezdenek el imádott sportágával foglalkozni. Már jelentkeztek olyan klubokba is kisfiúk, akik szeretnének tornázni, ahol egyelőre csak női szakosztály van. Úgyhogy ennek óriási hatása volt ennek az olimpiának, és szerintem nem csak az én sportágamban, hanem nagyon sok sportágban, ahogy említetted. És ennek nagyon örülök, hiszen titkon ez volt az egyik legnagyobb vágyam, hogy egy picit népszerűsítsem a tornát, és ennek köszönhetően talán többen legyünk, több fiatal jöjjön tornázni. Krisztián néhány hét múlva egy franciaországi bemutatón vesz részt. Az igazi felkészülés azonban januárban indul számára. Én januártól számolnám a következő néhány hónapot, és akkor, ha minden igaz, áprilisban vagy májusban van egy Európa-bajnokságom, évvégén pedig világbajnokságom, úgyhogy vannak még következő célok, vannak olyan versenyek, ahol szeretnék elindulni és tényleg megvédeni az eddig megszerzett címeimet. Ahogy Magyar Zoltán mondta, tényleg most úgy érezzük, hogy mindenki minket akar legyőzni. Ez valahol egy nagyon jó pozíció, viszont valahol tényleg nagyon nagy elvárások vannak felém. A lólengés jelenlegi királya ezek szerint mit sem veszített motivációjából. A siker receptjét már évek óta ismeri, csak minket, szurkolókat kímélhetne meg legközelebb attól a bizonyos gyomorgörstől.